Innen a városszéli körforgalomtól kell már útszűkületre számítani az autósoknak a 86-os számú főúton. Az E-út D első tapasztalataiból kiderült, hogy az autópályák és a 4-es út után a 86-os a legleterheltebb az egész országban. Éppen ezért jelentősen feltorlódhatnak a teherautók a forgalmasabb időszakokban az útszűkület miatt. Személyautóval érdemes elkerülni ezt a szakaszt. Erről is beszélt Kovács Ferenc útügyi miniszteri biztos az aktuális Vas megyei útépítések között. Az Anantyi úti vasúti felüljárótól egészen a Vépi felüljáróig aktív aszfaltozási munkálatok kezdődtek el és folynak, részben a régi nyomvonalon, a teljesít felületen le lesz cserélve az aszfaltréteg, illetve az új nyomvonalnak is az aszfaltozása zajlik. Ezért csak egy nyomsávon, egy irányba közlekedhetnek az autók, és ezért kérünk mindenkit, akinek módja és lehetősége van, kerülje ki ezt a útvonalszakaszt. A tájékoztatón arról is szó volt, hogy hosszú évek után már nem csak főutak újulhatnak meg, hanem több alsórendű szakasz is minőségi burkolatot kaphat. A települési polgármesterekkel közösen választották ki a szakemberek a sürgősen felújítandó szakaszokat. Most idén megjelent egy 37 szakasz tartalmazó lista, ez pontosan 100 kilométert jelent az 1200 kilométer vasmegyei alsórendű úthálózatból. Ezt tartom én egy igen nagy eredménynek. Az alsóbrendű szakaszok fejlesztésének pontos idejét még nem tudni. Annyi biztos, hogy a 8 legfontosabb utat még idén megújítják Vas megyében.